Sziasztok! A mai videóban ma battlezni fogunk, tehát így egymás ellen fordítok mobokat, akkor is, ha amúgy nem ellenségesek egymással. És így akkor harcolni fognak. Erre már elő is készítettem egy terepet. Ez? Hanem ez? Itt van a kezem, ez egy ilyen armor editor, hogyha mondjuk vannak valami eszközzel spannolnak le, amit én nem akarok, akkor elvehetem tőlük, vagy mondjuk ha azt akarom, hogy valami netherite páncélba legyenek, akkor az lesz. Ezzel a karra itt eltüntetem, hogy megjeleníthetem a gátat. Illetve ezek itt, ez itt minden nyilat, ez pedig minden szigonyt eltüntet. Ami a földre leesett, tehát itt tehát nem lesz tele nyilakkal, meg szigonyakkal majd a föld. És akkor az első, amit csinálnék, az, hogy helyük egy elitrát. Illetve hoppá, úgy. És per effect give felhasználó név slow falling infinite, tehát végig rajta marad, ha csak nem egy parancsal eltávolítom, illetve a szintjét is meg kell adni, és akkor felveszem az elitrát, és ha minden igaz, ha az F az A, ez így, és ha még az F1-et benyomom, tehát ezt eltüntetem, akkor egy ilyen nagyon szép felvételeket tudok csinálni, jó? Nem akartam screenshotot menteni. Egyébként menjetek a beállításokba, aztán Controls és Keybinds, aztán itt van egy Toggle Cinematic kamera, ezt valamire állítsátok be, én F4-re beállítottam. Mert amúgy alapból semmire nincs beállítva, tehát például a stíl, mint itt, hogy not bound. Ezt be kell állítani nektek. És akkor így elitrával, meg slow falling-gal, meg a cinematic kamerával, meg ha ezeket eltüntetitek, akkor ilyen nagyon szép felvételeket lehet csinálni, csak kicsit nehéz irányítani, hogy merre menj. Na de akkor kezdjük is el az elsőt, ami zombi lesz csontvázak ellen. Amint zombik csontvázak ellen. Szerintem mindkettőből olyan 16-ot lehívok. Bum. Ed. Nevezzük el csak Team 1-nek. Illetve egy Team 2-t is létre. Oké, amúgy közben rájöttem, hogy elitra meg slow falling nem is kell, elég a cinematic kamera.
Headshot! 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 Na hát ez a videó ennyi is lett volna. Én nem gondoltam volna, hogy a hatvacskólám le tud győzni egy Bordent, meg azért azt hittem, hogy Vindicator-ek ennél erősebbek. Azt hittem, hogy tizenmal legyőznek négy vasgólemet. Na mindegy. Remélem tetszett, majd lehet, hogy lesz később egy másik videó arról is, hogy lehet berakni a Minecraft-ba Mob Battle-t. Annyit mondok, hogy kell hozzá a NeoForge, ahogy le tudja futtatni. És akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!